Idézet következik, Tarlós István főpolgármester ült tegnap ebben a székben, amelyikben én, és azt mondta Vitézi Dávidról, ez az ember még sokra viheti, de bizonyos dolgokat tudomásul kell vennie. A gazdaság az egy komoly dolog, a gazdaság irányítás komoly dolog. Erről és az autóbuszenderről beszélgetünk Vitézi Dáviddal hamarosan. Vitézi a főnök a helyettesemnek. A főpolgármester úr, ha már a Vitézi Dávidnál járunk, ugye a sajtóból kijött, hogy rendesen leteremtette levélben, hogy ne írogasson önnek olyan leveleket, aminek nem sok értelme van, meg hogy utólag ne érjön olyan, ami már elkésett. Most milyen viszonyban vannak? Nem emberként, meg munkatársként? Nézze, én kedvelem a Vitézi Dávidot egy jogból, egy roppant tehetséges fiatalembert, akinek nagyon jó ötletei vannak szakmailag. A cégvezetés, a gazdálkodás az egy másik kérdés. Most is azt mondom, ott van tanulni valója. Ez az ember még sokra viheti, de bizonyos dolgokat tudomásul kell vennie, hogy az ötleteket nem szabad szabadjára engedni. Vitézi Dávid, a BKK Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgató. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Melengedte a szívét ez az elismerés, vagy azt mondta, hogy na jó, ezt is hallottuk már? Én ezt most hallottam először, megmondom őszintén. Igen? Úgy, na, hát látja, milyen jó. Úgyhogy meg is lepett, de főpolgármester úrral hosszú évek óta dolgozunk együtt. Ugye, amikor ő ellenzéki frakcióvezető volt, akkor az ő megbízásából, illetve a Fidesz frakció megbízásából képviseltem a BKV felügyelőbizottságában, illetve ugye az önkormányzati választások óta a BKK létrehozását, és egyáltalán a budapesti közlekedés megújítását végezzük. És néha én azt látom, hogy próbálják a közvéleményben a különböző konfliktusokat így kisarkítani, ahol munka folyik, ráadásul annyi, amennyi a budapesti közlekedésben jelenleg folyik, ott mindig vannak viták. És szerintem főpolgármester is most arra utalt a lendülettel, hogy ugye mióta a BKK létrejött, 50 milliárd forintnyi uniós fejlesztésre kötöttünk szerződést. Új uniós forrást hoztunk be a város közlekedésének megújítására, most új autóbuszokat szeretnénk forgalomba állítani. Nyilván, amikor 20 év lemaradását kell behozni, és napról napra kell fontos döntéseket meghozni, ott mindig helye van annak, hogy pénzügyi szakemberek, azok, akinek ez a dolga, azt mondják, hogy álljunk meg egy pillanatra, és nézzük meg, hogy minden rendben van-e. Ez helyén való, és én azt gondolom, hogy mind a Városháza, mind a BKK-ban megvan az a szakértelem, hogy ilyenkor ezeket igazolni lehet. Tehát én azt gondolom, hogy persze vannak szakmai viták mindenütt, főleg ott, ahol dolgoznak és ahol folyik munka, de ezeket sikerül lezárnunk, és ami a lényeg, hogy a tegnapi döntés alapján jövő tavasszal 150 új autóbusz forgalomba állhat Budapesten. De jó, hogy előhoztak, ugrunk a buszra, hadd menjen, és akkor 150 autóbusz érkezik. Ahogy olvastam, ugye 5 milliárd megvan rá a fedezet, az üzemeltetés, de 3 milliárd hiányzik, és a főpolgármester azt mondta, hogy ezt még ő sem látja, hogy hon lesz ennek a fedezete. Igen, érdemes ezeket szétszálaznunk. Ma ezek a kohószökevény Ikarus buszok, amelyek 23-27 évesek, kiszolgálták az idejüket, kiváló konstrukciók voltak, de mára eljárt felettük az idő, mind környezetvédelmi, mind esélyegyenlőségi, ugye akadálymentesség szempontjából, mind műszakilag. Ezek 7,3 milliárd forintból működik, 150 darab belőlük. 7,3 Ma 7,3 milliárdból. Ennyiből ezeket lehet tovább működtetni, felújítás nélkül. Ha megy, megy, ha nem megy, nem megy. Ma 235 darab ilyen busz áll üzemképtelenül a BKV buszgarázsaiban. Ami gyakorlatilag gyökeret is ereszthet, mert sehol nem fog onnan. Igen, ami vagy nagyobb alkatrész beszerzésre vár, főegységcserére vár, felújításra, vagy nincs is forgalmi vizsgája a legtöbbnek. Ebből mondjuk lenne jövő év végére 350, hogyha ezt a 7 milliárdot költjük rá. Hogyha elkezdjük ezeket felújítani, ezt hívjuk mi kubai modellnek, tehát elkezdjük a 25 éves buszokat felújítani, van olyan ország, ahol ezt csinálják. Ja, de gondolom, hogy az amerikaiak által ott hagyott autókat állandóan felújítgatják. Igen. Kubában, igen. De a buszoknál is ezt csinálják. Ez műszakilag racionális forgatókönyvnek nem nevezhető, de éppen meg lehetne tenni. De mivel akkor rögtön rá kéne költeni több 10 millió forintot, az azt jelenteni, hogy a végén 8,5 milliárd forintba kerülne ez évente a következő évekre. Jó, AB termekben mi a cél? Ehhez képest, hogyha most kötünk egy olyan új szerződést, ami egy közbeszerzés, egy nyílt közbeszerzés eredmény, amivel egy vállalkozó átveszi bizonyos járatok üzemeltetését, ez egyébként az új buszüzemeltetési modell, amit a fővárosi közgyűlés is jóváhagyott, akkor 8,2 milliárdból hoz új buszokat és 150 új autóbuszt forgalomba, ez is ezt 8 évig üzemelteti. Ilyen modell működik, ezt nem mi találtuk ki. Ilyen modell működik Londonban, Varsóban, Stockholmban, Helsinkiben, ahol magánvállalkozások is üzemeltetnek buszjáratokat, de nem ők mondják meg, hogy mennyibe kerül a jegy. Az továbbra is a város és a BKK állapítja meg. Nem ők mondják meg, hogy milyen a menetrend.
menetrend. Nekik egy feladatuk van, amikor megvan a menetrend, azt végre kell hajtani, és az adott járatot üzemeltetni kell a lehető legolcsóbban. Tehát akkor a pénz az honnan jön ide? Még egyszer megkérdezem, én... A struktúra most ugye úgy néz ki, hogy a BKK feladat ebben az új intézményrendszerben az, hogy beszedje a jegyárbevételeket, ugye a pénztárakban az utasok 50 milliárd forint fölött fizetnek be egy évben, illetve ehhez érkezik meg minden évben a kormány és a főváros támogatás, ami minden évben bizonytalan, és nyilván erre nem lehet alapozni, ezért is van egy olyan szabály, hogy a BKK több éves kötelezettséget csak a jegyárbevételek szintjéig vállalhat. Ez alapján kell nekünk megszervezni a tömegközlekedést, és részben a BKV-tól, nyilván legnagyobb részt a BKV-tól, és kis részben ilyen magánbusz szolgáltatóktól megrendelni, hogy akkor ebből a pénzből a lehető legjobb menetrendet, a lehető legjobb járművekkel folytassák le, és plusz az a feladatunk, és ebben nyilván a főváros nevében járunk el, hogy a lehető legtöbb uniós pénzt megszerezzük, és például tehát a villamosokat... Tehát uniós forrást is szeretnének. Így van, a villamosokat, trolibuszokat, azokat nem ilyen módon szeretnénk lecserélni, mert ott uniós forrásokat be tudunk vonni, és ott uniós pénzből szeretnénk új járműveket venni. Ez sajnos a buszágazatban nem lehet megtenni. Tehát ön ezt a 3 milliárdot, amit Arrós főpolgármester úr szerint hiányzik, ezt biztosítottak látja. Nézze, a lényeg az, hogy ahhoz képest, mint hogyha ezeket a régi ikaruszokat működtetjük tovább, azt vagy kimennek reggel az utcára, vagy nem, és egyre kevésbé fognak, ahhoz képest van többletköltség, és ezt ki kell gazdálkodni a rendszerben. Ez való igaz. Ezzel egyébként a következő évre mi tervezünk, de nyilván, amikor a tömegközlekedés finanszírozásáról megállapodást kell a kormánnyal kötni, ez egy nagyon nehéz kérdés, és ezt valahogy meg kell oldani. A másik oldalról viszont, ami nagyon fontos, hogy a BKV próbál még extra költségeket elismertetni, hogy nála bent ragadnak bizonyos költségek, ő nem tud megspórolni 7 milliárdot, hogyha a 150 busszal kevesebb lesz. Ezek viták a BKV-nak, ez a dolga, hogy mindig több pénzt kér. Itt meg kell nézni, mi a jogos, mi a nem jogos, és az fog járni. Én azt gondolom, hogy itt viszont vannak kisebb túlzások a BKV részéről, de ezeket rendezzük, ezek belső szakmai viták. Azért hozta létre a BKK-t a fővárosi önkormányzat, hogy ne az legyen, ami 20 évig ment ebbe a városba, hogy a BKV mindig megmondta, hogy hány milliárd kell neki, és aztán a politikának nem volt más választás, amit odaadta. Azért hoztak létre egy szakmai megrendelő szervezetet, hogy ezt meg tudjuk néha kérdőjelezni, nem azzal a céllal, hogy a BKV-nak ne jusson, ami jár, de azzal, hogy azért lássuk, hogy melyik forint mire megy, és csak oda menjen, ahol szükség van rá. 5 másodperc a kérdés, kb. Egy ideje lesz válaszolni. Letelik a 8 év, 10 év, a buszok nem maradnak itt, csak akkor megveszük őket, mert ugye itt csak a szolgáltatásért fogunk fizetni. Itt a szolgáltatásért fizetünk, viszont nem is mi vesszük meg a buszokat, hanem az, hogy a buszokat finanszírozza, megvegye, ez a vállalkozó dolga, mi ezért nem fizetünk. Mi szolgáltatási díjat, kilométerdíjat fizetünk, jelenleg a BKV hitelképtelen, eladósították 2003-tól 2009-ig, amikor hitelből fizették a gázolajat és a béreket, emiatt nem tudna a BKV hitelből buszt venni, ezért veszik meg ezt magánvállalkozók, és nekik fektetnek be a budapesti tömegközlekedésbe. Persze a 10 év végén lehet, hogy egy új szerződéssel még fog néhány évig szolgáltatni, de az is lehet, hogy megvesszük tőle a buszokat, és az is lehet, hogy elkerülnek egy másik városba, ez majd 10 év múlva vagy 8 év múlva derül ki. Vitézi Dávid, nagyon köszönöm, hogy itt járt nálunk. Köszönöm szépen.